Újabb darabot tűz műsorra a Békés Csaba Jókai Színház Merő Béla rendezésében. A nagy sikerű regény és film színpadi adaptációja a Szív hídjai sajtónyilvános főpróbáját kedd délelőtt tartotta a teátrum. A mű középpontjában egy hihetetlen és csodálatos szerelem szívszorító története áll. Én egy stilizált ért képzeltem el, hogy a budapesti előadásnál egy naturális konyhában zajlik az előadás. Én úgy képzeltem el, hogy miután filmszerű a darab, hogy ne kössük a naturalizmushoz, könnyebb lesz a filmszerű világát megtalálni a műnek. Úgyhogy ugye, három időségben zajlik a darab. Egyik időség, amikor a gyerekek szembesülnek édesanyjuk örökségével, a másik időség a konkrét szerelmi történet, és a harmadik időség, amikor az édesanyja írja a naplóját a gyerekei számára. És ezt a három időségot kellett összhangba hozni. A színmű négy főszerepében Kovács Edit, Bartus Gyula, Szabó Lajos és Boldog Ágnes látható. A Jászai Mari díjas Kovács Edit a helyi farmer feleségét, Franceszkát alakítja, aki egy véletlen találkozásnak köszönhetően a magányos és saját értékrend szerint élő fotográfussal, Roberttel első pillantásra szerelembe esik. Ez egy olyan szerep, ami azt gondolom, hogy mindenki életében megtalálható, vagy mindenki lelkében ott van az a történés, ami történik majd ezzel a Franceszkával, akit én alakítok, és nagyon remélem, hogy meg is érinti majd a nézőket ennek az előadásnak a története. Nagyon vigyázni kell arra, hogy patika mérlegen kell kimérni az érzéseket, és avval kell tulajdonképpen felruházni ezeket a karaktereket, nem csak az enyémet, hanem mindegyiket, hiszen nagyon pici a tér, és ennek van egy izgalma, hogy közel van hozzánk a néző, és természetesen ennek van egy szakmai felelőssége is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas lesz ebben az előadásban. Franceszka gyermekei csak anyjuk halála után értesülnek a nekik írt levelekből és naplóból, hogy mi is történt anyjuk és az eddig számukra ismeretlen fényképész között. Szerintem nagyon-nagyon intenzív és nagyon izgalmas próba folyamat volt, és szerintem nagyon jól összehangolódtunk így négyen színészek, és hát ugye azért izgalmas, mert hogy két időségben játszódik, tehát végül is nekem az Edittel és a Gyulával nincsen közvetlenül kontaktom a darab során, hiszen a képzeletünkben elevenednek ők csak meg, és pont ezért egyébként nagyon nehéz volt megtalálni az arányokat a reakcióinknál, hogy ne vigyék el az eseményekről a fókuszt, viszont igazából a mi indulataink, a mi érzelmeink, a mi reakcióink tükrözik, vagy szinkronizálják le ezt a történetet. A színművet december 6-ától láthatja a közönség a Jókai Színház intim terében, a régi klubhelyén. Tudom, utálatosan hangzik. Tudom, utálatosan. De alig vártam, hogy elvigyék. De alig vártam, hogy elvigyék. A Caroline díjnyertes bikája. Négy nap egyedül. Négy nap egyedül.